Nagyon örülök, hogy itt a Szakadáti Tájházban tartjuk meg ezt a bemutatkozó beszélgetést, mert engem tulajdonképpen minden Szakadáthoz köt. Ebben a házban éltek nagyszüleim, ebben a házban született édesanyám, és ebben a házban nevelkedtem én is egészen 14 éves koromig, amikor aztán középiskolába, illetve Budapesten a Műszaki Egyetemre kerültem. De amíg nagyszüleim éltek, addig őket én rendszeresen meglátogattam. Tehát én nagyon gyakori vendég voltam a későbbiekben is Szakadáton, miután már nem éltem itt folyamatosan. A nagyszüleim 1979-ben ünnepelték 50. házassági évfordulójukat, és ekkor gondolkodtam el én azon, hogy ők 50 év házasság alatt és korábban is, gyerekkorukban is nyilván nagyon sok mindent átéltek és tapasztaltak, és nagyon jó lenne, ha ezt nem vinnék magukkal a sírba, hanem itt hagynák. És akkor határoztuk el, megbeszélve velük, hogy szeptemberben 1970, tehát majdnem 40 éve, szinte 40 éve lejövök, és hoztam magammal egy B400-as Tesla orsós magnót, és csináltunk egy 4,5 órás hangfelvételt. Hallva, hogy szüleim és nagyszüleim hogy emlékeztek vissza, én úgy láttam, hogy a Tolna megyei, a magyarországi németségnek, a Tolna megyei németségnek, és így a szakadáti németségnek is a világháborús megpróbáltatáson túlmenően két nagy traumája volt. Az egyik volt a Málenki robot, a másik pedig a kitelepítések. Sikerült egy komplett riportot csinálni valakivel, aki a Málenki roboton volt, és valakivel, aki a kitelepítést elmeséli nekünk. Az anyag az gyűlt, és közben előkerültek a régi fényképek is, és a régi fényképeket, meg régi dokumentumokat, hát mondjuk a naplókat, meg aztán Dén nagyapámnak a munkakönyve, 1900-ból egy munkakönyv, azért az is egy érdekes dolog. Ezeket én elkezdtem digitalizálni. És az anyag meg tényleg gyűlt, és az egész akkor kezdett el kikristályosodni, amikor 2010-ben ebből a házból tájház lett. Ezeket a dolgokat, amiket én összegyűjtöttem, valahogy én szerettem volna közkincsé tenni, mert a nagyszüleim nem azért írtak naplókat, meg őrizgették a fényképeket, hogy azok elkallódjanak, hanem nyilván ők is arra gondoltak, hogy ezt valahogy közkincsé kellene tenni. És hát ezekre tulajdonképpen most van egy fórum, ami itt a tájházban az infopult, de hát ez nyilván csak azoknak szól, akik itt megjelennek és megnézik a tájházat. Csináltam egy nyilvános honlapot, ami fenn van az interneten, és ennek van egy német megfelelője is, és hát indítottam egy Facebook oldalt is, és a Facebook oldalon nem csak a régi dolgok, hanem a napi dolgok is előjönnek. Ez a Facebook oldal, ez például elég népszerű, és nagyon sokan követik. Nem csak szakadátiak, hanem olyanok, akik a Tolna megyei németség kultúrája iránt fogékonyak és nyitottak.